Szabó Miklóssal, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola ötödikesével beszélgettünk arról, hogyan is indul az ember egy Curie országos matematika versenyen, ami ráadásul online. Az ötödikes diák kedvence a matek. Igazság szerint azért, mert megy. A kedvencem a matek, igazság szerint azért is, mert megy, mert olyanokat tanulunk benne, ami úgy tetszik, és könnyen tudom megértelmezni. Meg mert olyanokat tanul benne, ami tetszik neki, és könnyen tud értelmezni. A legutóbbi versenye digitálisan zajlott. Előtte sok feladatlapot, nehéz feladatokat megnézett, de nagy meglepetés, a verseny nem is volt annyira nehéz. A 90 perc alatt mindent megoldott. Digitálisan zajlott, minden gyakorlat feladatlapot átnéztem előtte, és minden nehéz feladatot megnéztem, hogy hogy kell megoldani, és nagy meglepetésemre a verseny nem is volt annyira nehéz feladatokból összerakva, tehát könnyebb volt. 90 perc állt rendelkezésünkre, ebbe belefértem, úgyhogy írtam a gépeltem, ugye, amit megcsináltam papíron. Amikor elküldte a feladatokat, érezte, hogy jól sikerült. Verseny közben nem is volt ideges, csak utána izgult, hogy mi lesz, és nagyon örült a területi 8. helynek a Curie matematika versenyen. Igazság szerint úgy éreztem, hogy jól fog sikerülni. Az a legfurább szerintem, hogy a versenyírása közben nem is voltam ideges, meg nem is voltam annyira izgatott, de utána úgy elöntött valamiért, és utána már nagyon-nagyon izgultam, hogy mi lesz. És igazság szerint úgy gondoltam, hogy azért a 8. hely az attól országosban az nem is olyan nem is olyan rossz, de ahhoz képest, hogy minden kürisből válogatták össze azt a néhány embert, akik ilyenek, ahhoz képest nagyon-nagyon jó. Tehát az egész országból ez a 8., az számomra nagyon-nagyon jó. Alsóban több versenyen is indult, most csak erre az egy matekra koncentrált. Erre a Curie versenyre dolgoztunk rá legjobban, de még másik ilyen kisebb matematika versenyekre is bejelentkeztem, és azokat is gyakoroljuk, ugye most, hogy vége lett az országosnak, és már most azokra is jut idő. A matek mellett kedvence a honismeret, a történelem, ott is a háborúk érdeklik. A matek mellett még a kedvencem, sok kedvencem van, a honis népismeret, a történelemből is inkább azok a háborúk érdekelnek jobban, és ugye én azért még papám is olyan volt, hogy ő is nagyon-nagyon csomó történelemkönyvet gyűjtött, és igazság szerint elmegyek mamához, és már most csak megtalálom azt a könyvet, ami érdekel, és elolvasom. Tehát ez így nagyon-nagyon jó. Suli után otthon megtanul, utána leginkább kint van az udvaron, játszik a kutyáikkal, úgyhogy sosem unatkozik, és kistesójával is játszik. Kistesómmal szoktunk játszani a legtöbbet, ugye mivel más tesóm nincs is, és igazság szerint a tanulás az egy picit zökkenősen ment, de utána jól volt, ahogy megszoktuk, hogy ez a helyzet van. Apának segítek, vagy anyának segítek, mikor kinek, meg igazából így locsolom a kertet, ilyesmik. Tehát ilyen kis munkák, amik így mindennapiak. Fél évkor mindenből ötöse volt, matematikából dicséretet is kapott. Szerinte év végére ugyanez várható, dolgozik rajta, hogy meglegyen mindenből az ötös. Nagyon várta a jelenléti oktatást, hogy barátaival találkozhasson. Várja újra az úszásórákat, mert ott is több versenyen indult sikerrel. Hát sportból az úszást választottam, csak ugye azt most nem lehet. Ugye, mivel gerincfeldülésem van és anyagtartásom is, emiatt ugye az nagyon-nagyon jó. Meg még a szememnek is jó, ugye, mert elég erős a szemem. És azt nagyon-nagyon szeretem, és abból is nyertem versenyeket, ami szerintem jó.